A több mint 70 éves múlttal rendelkező intézmény remekül felszerelt és megfelelő alapot nyújt a továbbtanuláshoz. A közelben két diákotthon is helyet kapott. Az irányultságok közül magyarul grafikai formatervezői technikusi szak fog nyílni, mely a hagyományos fizikai megvalósításokon kívül a számítógépes tervezést is magában foglalja. Én mindig is, még kiskorom óta, óvodában is mindig én szerettem rajzolni. Mindig, amikor bármit is csináltunk, én mindig a rajzolást választottam. És az úgy valahogy elkísért az életemben is, még mindig rajzolok, és fogok is. Jelen pillanatban mi az, amivel foglalkoztok? Most éppen rajzolunk szénnel, portrékat rajzolunk. Most egymást minden héten cseréljük, mert heten vagyunk az osztályban, és hogy minden héten egy ember. A 4 éves oktatás főként lányok alkotta alacsony létszámú osztályokban zajlik. Az intézmény pályázati és kiállítási lehetőségeket is kínál. Az órákon nyomon követhetjük, miként jutnak el az ötlettől egészen a megvalósításig. A munkafolyamat kezdetén a tanár ismerteti a munka elvégzéséhez szükséges információkat, történelmi áttekintést nyújt, majd bemutatja az előző generációk elkészült műveit. Osztályzás alkalmával figyelembe veszik az ötletet, a folyamatot, a hozzáállást, valamint a kivitelezést is. Egy munkát például csinálnak 3-4 héten át. A tanulók állandóan az iskolában dolgoznak. Otthon nem, nincs előrát, vagy otthon nem dolgoznak semmit, hanem csak az iskolában dolgoznak, hogy a tanárok állandóan kell kövessük, hogy a tanulók mit csinálnak az iskolában, és ha van valamilyen hiba, vagy valamit nem jól csinálnak, ne veszítsék az idejüket, a tanár mindjárt beleszól, és hogy mindjárt menjenek tovább, ne hibázzanak tovább, ne veszél meg is sok elidő, mert az iskolában úgy működik a dolog, hogy van 3-4 vagy valamikor 5 óra, és van egyfolytában dolgozunk, rajzolunk. A kicsöngetést követően előfordul, hogy egyes diákok annyira belemerülnek munkájukba, hogy elfelejtenek szünetre menni. A művész palánták hol a földön, hol a lépcsőkön ülve firkálgatnak, vázlatot készítenek. A nyüzsgő közösséget több mint 400 diák alkotja. Az épület színes falai hivogatóan hatnak. A testmozgás kedvelőinek kellemes kikapcsolódást nyújt a sportpálya. Az ide érkező fiatalok egy része életre szóló barátságokat kötött a közösségi térben található pingpongasztalnak köszönhetően. Nem ritka, egy-egy meccs erejéig valamelyik tanár is csatlakozik hozzájuk. Akik ide iratkoznak, tehát ők már ezt szeretik, és már választották, hogy valamilyen képzőművészettel foglalkoznának, tehát valamilyen képzőművészeti ág, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy. És akkor ugye a 4 éven át, tehát megtalálják, hogy mi az, ami igazából nekik megfelel, és nagyon sok gyerek tovább iratkozik, tehát akadémiára, főiskolákra, de sokan mentek Magyarországra is, itt az Újvidéki Akadémiát szintén megpályázzák. És akkor az úgy külön nekünk is sikerérzés, hogyha a diákaink az egyetemeken bizonyítanak, meg bekerülnek egyetemekre. Tehát így mondjuk a mi osztályainkból, aki megpályázta, az be is került, és főleg nagyon jó sikerrel, tehát hogy a listákon ott voltak az elsők közül. Úgyhogy ez olyan szuper. Vitrinek, kirakatok, virágok, installációk és szobrok díszítik a folyosókat. Újházi Adrián, az Újvidéki Művészeti Akadémia mesterszakos hallgatója, egykori diák is szívesen tér vissza ezen falak közé. Tanársegédként a természetben történő alkotói folyamatot részesíti előnyben. Munkája során a környezetvédelmet is népszerűsíti. Ebbe a suliba jártam, kb. 6 évnek ezelőtt fejeztem. Nagy kihívás volt számomra megint visszajönni a suliba, hogy megismerjem újra a tanári szemszögből a munkát. Különösen az új generáció diákokkal is másféle a viszony szerintem most, mint például az én generációm is, meg ugyanúgy az előző generáció is. Úgyhogy nagyon izgatott vagyok avval kapcsolatban is, hogy hogyan fog ez a jövőben fejlődni. És sőt, a diákoknak szeretnék még újabb újdonságokat is bemutatni, hogy az órák úgy zajlanak le, hogy a környezetükről is többet gondoljanak. A megfelelő eredményeket felmutató tanulókat az iskola segíti az elhelyezkedésben. Többen szaktanári ajánlásnak köszönhetően álltak munkába. A iskola, koja neguje kreativni pristup struci, mi ovde
učimo đake da divergentno misle. Znači da misle izvan postojećih okvira. Osim onoga što poštujemo programe koji postoje, mi ih učimo da prave iskorake u smislu kreativnih dostignuća. Az iskola Újvidéken a Janka Veselinovitja 22-es szám alatt található. Gyalogosan könnyen megközelíthető, a pályaudvartól mindössze 10-15 perc sétára helyezkedik el. Azoknak a kimagasló tehetségű gyerekeknek, akik hasonló érdeklődésű társaságban, nyugodt körülmények között szeretnék eltölteni középiskolás éveiket, a Bogdán Suput képzőművészeti középiskola remek lehetőséget nyújt az anyanyelven történő továbbtanulásra. Bővebb információ a www.skolazadesignbogdansuput.edu.rs címen, vagy a 021 512 244-es telefonszámon kapható.